azok a táborok, amiket mi produkáltunk, és azért mondom, hogy mi produkáltunk, én is ott voltam mindegyiken. A szabadidő aktív eltöltését és a közművelődést szolgáló közel 200 programot valósítottak meg az elmúlt két évben Zombán. A programok nagy része az iskolásoknak szólt. Ilyen volt például az informatikai szakkör, ahol 4,5 éven keresztül a diákok az internet felelősségteljes és etikus használatát tanulták meg. A legnagyobb lélegzetű programunk a témanapok voltak, amelyek a pályázati terveink szerint sportnapok keretében valósultak meg. Ehhez 5 partneriskola, a miénken kívül 4 partneriskola felkérésére került sor. A Bogyisztói Általános Iskola, az Aparanti Általános Iskola, a Tengerlici Tagiskola, a Felsőnálnai Tagiskola és a Zombai Általános Iskola. Fél évente 3 sportnap keretében találkoztunk különféle helyszíneken. A 4,5 év alatt összesen 12 ilyen alkalom volt. Voltunk 2 alkalommal Tengelicen, 1 alkalommal Bogyiszlón, és a többi programot pedig Zombán tartottuk meg. Ezeknek a sportnapoknak a célja az olimpiai sportágak népszerűsítése, életmódszokások erősítése, alakítása, sportbarátságok kötése és egyéb a sport útján elérhető pozitív attitűdökkel való megismerkedés. A harmadik terület pedig a táborok témakörben. 2 tábor van a pályázatban, egy kerékpáros tábor és az erdeiskolák. Most az erdeiskolák témakörről esően azt tudom elmondani, hogy 4 programot valósítottunk meg. Az 5.-6. osztályos korosztály részére, azért, mert a természetismeret tantárgyban itt lehet legjobban ötvözni azokat a tananyag modulokat, amik erdeiskolában megvalósíthatók. 1 alkalommal Lengyel Andafürdőn voltunk, és 3 alkalommal pedig az Alsó-Mocsoládi Erdeiskolába. Kitűzött cél az volt, hogy az osztályközösségek erősítése, illetve olyan új tananyag oktatási megközelítési technikák, módszerek kihasználása, ami tantermi körülmények között nem valósítható meg. Nagyon jól sikerült. Az lenne a jó, hogyha évente ilyen programokat tudnánk szervezni. Különösen fontosnak tartanánk azt, hogy az erdei iskola a fenntartási időszakban is, még azon túl is megmaradhasson az iskolában. A szervezésben óvodás sportnapokra került sor 2018 tavaszától, 4 blokkban, 2018 tavaszán, őszén, illetve 2019 tavaszán és őszén. Mindegyik fél évben 3 foglalkozást tartottam a második, harmadik korcsoportos óvodásoknak, és erről lesz majd egy prezentáció, amit bemutatok. Ez mindig egy délelőttöt foglalt magában, az óvodásokat áthoztuk vagy azonban a sportcsarnokba, vagy a sportpályán, és ilyen sorversenyes, labdarúgás, kézilabda, ilyen játékokat mutattam be nekik, illetve ezeket gyakoroltuk. Elsősorban labdarúgás és kézilabda szerepelt ezeken a napokon. Labdarúgó edzőként is foglalkozom itt az óvodásokkal és az iskolásokkal. Tehát vannak, akik járnak hozzám a foci edzésre, nyilván ők azért már előrébb tartottak, mint a többiek, és hála Isten, rajtuk kívül is láttam olyanokat, akikben rejlik tehetség. A projekt záron Zomba polgármestere a kerékpáros tábort emelte ki, hiszen itt a sportolás, biciklizés mellett olyan élményekkel gazdagodtak a résztvevő gyerekek, ami egész életükre szól. Hozzátette, Zombán 16 évig voltak táborok, viszont 2 év kimaradt, mivel a szülők már nem tudták megfizetni a gyerekek táboroztatási költségeit. Erre megoldást nyújtott a pályázat, amelynek beszámolójára nem csak a résztvevőket és szakmai vezetőket hívták meg. Így most már, hogy letelt a 2 év, és mondhatnám azt, hogy egy olyan projektet zártunk, ami a rosszabbat felejtsük el, és a pozitívumokra dolgozunk, ami tulajdonképpen a zombai fiataloknak adott valamit. Ugye amikor ezt a pályázatot megnyertük, illetve amikor dolgoztunk rajta és megnyertük, akkor örültünk, hogy tulajdonképpen megint ide tudtunk hozni egy 100%-os támogatású projektet, amit rá tudtunk szabni gyakorlatilag a zombai fiatalságra, és ezen belül is a zombai óvodásokra és az iskolásokra. Ez több elemből állt. Táborok voltak, erdeiskola volt, klubfoglalkozások voltak, szakkörök voltak, illetve témanapok.
A témanapok keretében egy kicsit bővebben tulajdonképpen óvodás és iskolás sportnapokról volt szó. Az iskolás sportnapok konzorciumi megállapodás keretén belül plusz 4 településsel valósulhatott meg. Ez volt a kiírás, mi ezt bevállaltuk, hiszen tudjuk, hogy Zombának azért van vonzás körzete, és nagyon sok iskolával állunk kapcsolatban. Csak amikor ez az egész elindult, akkor arra nem gondoltunk, hogy más iskoláknak is vannak programjai, és tulajdonképpen ezt a fél évente 3 közös eseményt nem is olyan egyszerű összehozni, hiszen a másik 4 iskolának is van még 1-2 plusz, és akkor összerakva szinte minden hétre adódott egy-egy témanap, egy-egy sportnap. De megoldottuk. És hogy ebbe mi volt az érdem, illetve kinek mi volt az érdeme, én úgy gondolom mindenkinek, aki bevállalt és aki részt vett ebbe, az átélte ennek a felelősségét. Hogy Zombaközség önkormányzat nyert egy 25 millió forintos pályázatot, és ezt meg kell valósítani, mert ha nem valósul meg, tudjuk nagyon, hogy a pályázati elszámolások elég szigorúak ma, akkor itt bukta van, itt visszafizetési kötelezettség, vagy esetleg szabálytalanság eljárást indítanak. Nem történt meg, hál' Istennek, és nagyon büszkén mondom itt a projekt végén, hogy úgy tudtuk megvalósítani ezt az EPOPROS projektelemet, hogy szinte zökkenőmentesen. Minden feladatot el tudtunk végezni, minden felhívásra eleget tudtunk tenni, és én úgy gondolom, hogy ebben résztvevők, és legfőképpen itt a gyerekek, óvodás és iskolás gyerekek, akik idézőjelben élvezői voltak ennek, azok jó szájízzel fognak majd a jövőben is visszaemlékezni erre. Hívtunk meg olyanokat, akik tehát szülők, illetve olyan prominens személyek a településen, hogy lássák, hogy az önkormányzat, igaz, hogy most már nem önkormányzati fenntartás alatt van egy iskola, de akkor is odafigyelünk, hiszen egy ilyen településnek legfontosabb dolog, hogy megőrizze a fiatalságát, hiszen a jövőt a fiatalokra kell építeni, vagy tudjuk építeni. Tehát nagyon sok mindent próbálunk így adni. Ebbe volt 2 kerékpáros tábor, tehát évente 1-1. Fél évente volt 1-1 erdeiskola, tehát 4 erdeiskolát foglalt össze. Azon kívül fél évente 3 iskolás sportnap, témanap, és 3 óvodás témanap volt. Azon kívül klubfoglalkozás keretén belül fél évente 15 alkalmat fedett le ez a pályázat, és ugyanúgy informatikai szakkört vittünk be a szakkörfoglalkozásokba, az is fél évente 15 alkalom. Tehát gyakorlatilag minden iskolai héten szinte voltak foglalkozások. 25 millió forint állami támogatásból közel 200 olyan programot valósítottak meg Zombán, ami az óvodások és az iskolások köznevelését szolgálta.